Dózsa László forradalmár kétszer menekült meg a halál torkából. Csodákkal határos története filmvászonra került Stefka István újságíró rendező jóvoltából. A színészi játékkal tarkított dokumentumfilm a Nem vallott eltemetve címet kapta, és a vásárai közönség tegnap délután az Emlékpontban tekinthette meg. Dózsa László tavaly maga mesélt az Emlékpontban 56-os szerepvállalásáról, arról, hogy pesti srácként 14 évesen miként harcolta végig és élte túl a forradalmat, most pedig Stefka István újságíró interpretálásában került mindez vászonra. A szabadságharcos története azért számít különlegesnek, mert kétszer is megmenekült a haláltól. Először, amikor az oroszok fogságba ejtették csoportját, falhoz állítva egy sorozatot eresztettek rájuk, ő mégis túlélte. Majd elvitték a rabkórházba, ahol ugyancsak a sors kegyeltje lett. Őt vallatták, kérdezték, hogy ki volt a parancsnok, kik voltak a társai. És nem válaszolt ezekre a kérdésekre, és szétrúgták a fejét, gumibotozták, puskatussal verték, és így tovább. És akkor valóban azt hitték a pufajkások, hogy meghalt. És akkor azt az AVH-s alezredes azt az utasítást adta, hogy a tömeg sírba vele a Kerepesi úton, és meszett rá. Na most ez volt a második csodával határos megmenekülése. Stefka István 10 évvel ezelőtt találkozott Dózsa László történetével, amelyet először a Magyar Nemzetben, majd könyvben is megírt, most pedig kreatív dokumentumfilmet készített belőle. Dózsa László fiatalkori mását egy tehetséges színész Varga Ádám keltette életre, de mások is helyet kapnak a sztoriban, hogy minél valóságosabb legyen az 56-os forradalom és szabadságharc bemutatása. Ezek az emberek nem számoltak, nem féltek, hanem küzdöttek valamiért, szabadságért. Azért, hogy Magyarország szabad legyen, hogy ne legyen itt elnyomás. Tehát azt lehet mondani, hogy megpróbáltuk a legkevéssé kis költséggel, járó eszközökkel megcsinálni ezt a filmet. Tehát ez dokumentumfilm, színészi játékkal, ez egy kreatív, rengeteg ötlettel. A film rendezője szerint Dózsa László története hűen tükrözi a pesti srácokét, akik a világ legnagyobb szárazföldi hadseregével szálltak szembe.